amióta állam, az állam fontos feladata az, hogy a saját maga tevékenységével, és hát hogy a társadalom hivatalos életével kapcsolatos dokumentumokat megőrizze, hiszen ez bármikor hivatkozási alap lehet. Az állami dokumentumtárak, levéltárak hosszú évszázadok, vagy nyilván önök jobban tudják nálam, de feltehetőleg évezredek óta kísérik az emberi társadalmak életét. De a levéltár munkája hagyományosan csendesebb, háttérbe szorul, elsősorban azért, mert hogy nem mutatja meg magát kiállító terekben, úgy, ahogy mondjuk egy múzeum, vagy kevésbé széles közönséggel érintkezik, úgy, mint egy könyvtár. A mostani kiállítás is, és egyáltalán a Hajdú-Bihar megyei levéltárnak a itt bemutatott tevékenysége viszont igazán példaszerűen mutatja, hogy lehet ezt másképp is csinálni, és nem csak a levéltár szakmai munkája szempontjából, hanem egyáltalán egy társadalmi hasznosság szempontjából fontos módokon lehet jelen lenni egy közösség életében. Itt, ha végig sétálnak majd a Városháza folyosóján, akkor meglátják azt, hogy a levéltár milyen izgalmas, érdekes és fontos programokkal mutatja be a saját tevékenységét a megyénk lakossága számára, és azon túl is hogyan igyekszik hasznos tagja lenni a közösségünknek, mint például éppen ugye az előbb a Bódor Edith asszony által említett adománygyűjtés, ami természetesen messze túlmutat egy intézmény törvényileg delegált feladatain. Ezzel azt hiszem, hogy mindannyiunk számára példát szolgáltatnak a társadalmi felelősségvállalásról, és pontosan ezért remek dolog, hogy a munkájukat bemutató kiállítás itt a Városházán került megrendezésre, hiszen nem csak a ide érkezők számára egy lehetőség arra, hogy megismerkedjenek ezzel a munkával, de mindannyiunk számára, a köz minden szolgálja számára remek példát mutatnak arra, hogy és emlékeztetnek arra, hogy a közszolgálata az nem csak a hivatali munkát jelenti, hanem annál messzebbre is terjedhet. Attól függetlenül, hogy a legnagyobb országos közgyűjteménynek egy megyei tagintézménye vagyunk, nem szakadtunk el a gyökereinktől, ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot Hajdú-Bihar megyével, településeivel, és különösképpen Debrecen városával is. Bekapcsolódunk folyamatosan kulturális életébe, tudományos munkájába. Itt a adventi időszakban egy héttel a kereszténység második legnagyobb ünnep előtt azonban ideje már egy kicsit leengedni, elcsendesedni, elmélyülni gondolatainkba, ugyanis érdemes felkészülni ilyekbe az ünnepre. Ehhez nyújt segítséget itt a levéltár kiállítása, melynek a tőlem baloldalra látható tálókba, a levéltárban található különböző korokat megidéző karácsonyi és újévi témájú iratok kerültek kiállításra. Láthatók itt különböző brigádnaplók a szocializmus idejéből, de akár a újkorba készült jegyzőkönyvek, a 19. századi iratok, vagy idősebb Mata Jánosnak a fa metszetei, ami a témába készültek. És az is lehet, hogy éppen ebben a pillanatban készít egy megfáradt levéltáros, vagy kormánytisztviselő, vagy akár egy önkormányzati alkalmazott karácsonyi témájú rajzát, vagy újévi témájú versét, valamelyik határozat, iktatókönyv, vagy akár egy előadóív hátára, melyet majd a 22. század levéltárosai megtalálnak, és már nem így, hanem valószínű virtuálisan fognak majd kiállítani az online térbe. Tőlem jobbra a 7. Ziglen projekt keretében a megyébe szervezett levéltárpedagógiai foglalkozások, játszósarkok, emléktáblavatások és hasonló rendezvények kerültek kiállításra. De ahogy alpolgármester úr is elmondta, hogy mi kevésbé látható közgyűjtemény vagyunk, és ezzel ellen szeretnénk tenni. Már közel 10 éve folyik a küzdelem emiatt, hogy egy nyitott közgyűjtemény, egy nyitott levéltár legyünk, és az ilyen programok segítenek benne.